amiket terveztünk, fejlesztéseket, beruházásokat, meg tudtuk valósítani. 5 testületi ülést tartottunk. A tényeknek hát nem egészen pontos interpretáció. Sokszor jönnek olyan plusz feladatok. Arra kell, hogy gondoljuk, hogy hogyan tovább. Jó gazdálkodás alapján tudtuk elérni. Ebben ez egy központi téma. Hogy áll a budajenői magtár felújítása? Mikorra várható az átadás? Mi a helyzet a közvilágítás fejlesztésével? Milyen útfelújítási munkálatok történtek meg a nyár folyamán? Többek között ezekre a kérdésekre is a polgármester válaszol. Tartsanak velünk! Nem emlékszem olyan beszélgetés a polgármester úrral az elmúlt 2 évből, hogy a magtárat ne említette volna meg. De ez az első alkalom, hogy bejöttünk a magtárba, ahol éppen munkálatok folynak, méghozzá meglehetősen előre haladott munkálatok. Először is köszöntöm Budakroniki TV-nek a nézőit, különös szeretettel budai polgárokat. Hát igen, ez nem egyszerű probléma, egy műemléképületbe fejlesztést előkészíteni. Ezek a tervek már 3-4 éve megvannak a tervek, most már át is kell őket tervezni, mert lejártak azok a határidők, amik kivitelezni tudtunk volna. És most jutottunk abba a stádiumba, hogy olyan forrásokat sikerült szerezni hozzá. Saját forrásból, a EMI-nek a forrásából, ugye a Emberi Erőforrás Minisztérium is hozzájött a fejlesztéshez 34 millió forinttal, mi jelenleg 26 millió forinttal, és jövőre még ez 100-ig ki kell majd egészíteni, mert akkor lesz teljes a projekt, tehát az idén a földszinti rész lesz ugye kivitelezve, az emeleti rész jövőre. Ez egy elég komplikált művelet, mert itt a tűzvédelem, mert sok a fa, egy tűzvédelemtől kezdve a megközelítés, az akadálymentesítettség, az a műemléki előírásoknak való megfelelés szempontjából, tehát ez egy komplikált beruházás, de most már azért látszanak a jelei, külsőleg is, meg belsőleg is. Hát remélem a születre már legalábbis a földszinti rész lesz olyan stádiumban, hogy az ideérkező vendégek azért megtekinthetik, hogy ha nem is lesz 100%-osan kész, de már azért látványos lesz az épület. Most is látványos már, bár még zajlanak a munkálatok. Ez lesz az a bizonyos közösségi tér, amiről annyit beszélt polgármester úr. Itt lehet esetleg kiállításokat rendezni, és a felsőbb szinteken meg a szállások? Hát a felső szinten a első emeleten lesz egy diák és zarándok szállás. Ez egy olcsó, egyterű, de teljes komforttal ellátott női, férfi zuhanyzók, mellékhelyiségek, melegítő konyha, még ruhákat is lehet ugye mosni, tisztítani. Tehát akik ilyen tömeges kirándulás, ami a diákok nagyon népszerű, még az is, hogy egy térben vannak, mert ezt tapasztaljuk most, amikor a ünnepségünkre idejönnek ezek a fiatalok, és a tornatermet használjuk szállásnak, de ugyanez van Gajdóban is, amikor mi megyünk oda. Tehát meg a zarándokoknál is jellemző, meg népszerű ez a szállásforma. Tehát ez az egyik, a másik meg az, hogy van egy olyan elképzelés, most az államtitkával, a Soltész államtitkával beszéltem, aki ugye segített ennek a forrásoknak a előteremtéséhez. Lényegében elképzelhető, hogy még egy szinten majd tovább lépünk majd, és itt lesz ezeknek a sváb kitelepítettekkel kapcsolatosan egy olyan terem, itt egy állandó kiállítás lenne. Emlékszoba, ilyesmi. Ilyenek, ami nem csak Budajenő, hanem a magyarországi sváboknak a kitelepítésének a emlékhelye lenne. Tehát ebből a szempontból is lehet még plusz forrásokhoz jutni. Hogy tervezik? Egységesen adják át az egészet? Vagy elképzelhető, hogy a felsőbb szintek még nincsenek átadva, de itt lent már például lehet rendezvényt tartani, kiállítást megnyitni? Hát feltétlenül a beruházás 4 ütemű, tehát most 2 ütem lesz kész, tehát amint egy ütem befejeződött, és 4 szerződés is van, tehát direkt úgy vannak kötve a szerződések, hogy ütemenként van az átadás, és nyilván a földszinti rész, ez az első, második ütem, meg a környezet, ez egyszerre lesz átvéve. Mikor? Hát most terv szerint ugye szeptember 17-7-ére meg lenne, de borünnepre. Lehet, hogy a belső tér lesz olyan állapotban, hogy hát már azért be lehet mutatni, de azért az igazi határidő az október vége. Tehát a szerződés szerinti határidő a második ütem október vége.
Itt zajlanak a munkálatok, de kint is zajlanak a munkálatok, mert hogy a közvilágítást feltételezem, hogy egy kicsit kapcsolódva a magtár felújításához helyre hozzák, felépítik, megépítik, megcsinálják. Hát a közvilágítás az nem csak a magtár, az egész településen meg lesz csinálva. Tehát most itt láttam a... Itt is vannak nyomai nyilván, mert a Magtár utcában nem volt még közvilágítás, de az egész településen megcsináljuk a közvilágítást előírt szabványos szinten, és ahol még nincsenek oszlopok, oda kandelláberek kerülnek. Tehát gyakorlatilag az is egy 38 milliós beruházás az egész település. Sétáljunk ki oda. Beálltam ide kandellábernek az egyik oszlop helyére, mert hogy itt fognak magasodni az oszlopok, jól látszik, hogy hol van kiásva, hol lesznek ezek a bizonyos világító testek elhelyezve. Mikorra várható, hogy itt gyönyörűen kivilágított úton lehet megközelíteni például a magtárt? Hát mi nagyon szerettük volna, hogyha szeptember végén, remélem, hogy ez meg is fog történni, mert azok a földi munkák már elkészültek, meg a kábelok, amik kellenek. Most még az elműre várunk, most már olyan szinten vagyunk, hogy panaszt teszünk az elmű egyik olyan osztályával szembe, aki ez egy teljesen kötelező, érvényű hozzájárulást nem adott meg, ami egy szolgáltatónak már kötelező lett volna másfél hónapja. Tehát, mi ennek az oka? Megindokolta valamivel a csúszást? Hát az indokolt állítok az elműnél, hogy annyira le lettek építve, hogy minden területen csak egy ember van, és most pont egy ember hiányzik, nem mondom ki a nevét, akinek át kéne adni egy másik osztálynak, aki kiadja az engedélyt. Tehát most ott áll a dolog, hiába küldtük el mind a két irányba a véleményünket, hogy ez teljes önkormányzati beruházás, és nem kíván. Tehát az elműnek ebben a témában semmilyen kötelezettsége nincs, erre a nyilatkozatot megtettük, most erre a nyilatkozatra kér neki egy elvi hozzájárulást adni, de az az illető elérhetetlen, akihoz elküldtük, de mi elküldtük annak is, akinek nyilatkozni kell, és akkor se adja ki, hiába küldtük egy közvetlenül, amíg a másik nem nyilatkozik, aki most jelen pillanatban elérhetetlen. De kis magyar abszurd. Nagyon nehézkes ez az elművel ugye vergődni. Hát most már a hatóság, a szakmai felügyelethez fogunk fordulni mai nap folyamán, már kiadtam az intézkedést, hogy most már tegyünk lépéseket, hogy ha normál menetben nem megy, akkor egy másfajta kényszer alapján adassuk ki ezeket a engedményeket, mert azért ne dolgozzunk azért novemberben, fagyos időben, amikor kellemes időben is egy kivitelezést meg lehet csinálni, mert azt tudjuk, hogy nem ugyanaz egy 20-25 fokon végzett munka, mint egy esőbe, sárba végzett munka. Tehát kettő között azért lényeges különbség van. Reméljük, hogy sikerrel járnak. Merre megyünk tovább? Hát javaslom, hogy akkor menjünk az útberuházáshoz, mert az már kész van. Menjünk oda. A Kápolna közön sétálunk le polgármester úrral, a Szőlő utcához érkezünk. Hát az jól látszik, hogy nagyon szépen felújított útszakaszról beszélünk, és nem csak az út újult meg, hanem itt a környezete is, mint mindjárt látni fogjuk. Hát igen, ezzel is régóta készülünk, benn volt a gazdasági programunkban az útépítés, és ebben az évben volt tervezve Szőlő utca, a szőlőköz felújítása és a Kápolna köznek a megépítése. Tehát gyakorlatilag ennek a programnak is a végére értünk. Hétfőn volt az átadás. Hát annyit azért hozzá kell tennem, hogy az út minősége jó. Itt a különböző átereszek és a út elemeknek a minősége jó, csak a víz az mindig próbára tesz minket. Kiderült, amikor nagyobb eső van, akkor a víz nem mindig odafolyik, ahova szeretnénk. Tehát ezen most igazítva lesz, amit ott mutattam az előbb. Tehát ki lesz igazítva, hogy a víz valóban belemenjen abba a súrantóba, mert kisebb esőn én tapasztaltam, itt voltam 2-3 nappal ezelőtt, szépen belefolyt a súrantóba a víz, viszont ha nagy tömeg jön le, mivel az útnak a hosszanti lejtése, a kereszt lejtése között egy különbség van, elindul a nagyobb lejtés irányába. Na most ezt fogják kiküszöbölni 2 héten belül, és kibővítik a súrantónak a torkolatát, és egész biztos, hogy bele fogna már folyni a víz. Ezt beszéltük meg hétfőn az átadáskor, és akkor ezek a víz anomáliák is meg fognak szűnni itt az úttal kapcsolatosan. Mennyibe kerültek ezek a munkálatok?
Hát 16 millió volt a felújítás, az általában nem olyan drága, viszont az útépítés az mindent nagyon drága. Ez a kis útszakasz megépítése 11 millió bruttóba. Tehát azért lényeges különbség van a megépítés között, és arról nem is beszélve, hogy ha mi már építünk, amit új utakat építettünk, akár a Vadvirágból, itt a Magtár utca, most ez is, mi törekszünk arra, vagy a Patak utca, hogy szegéllyel építjük, és úgy, hogy jól látszik itt ne kell hozzányúlni. Ehhez már biztos nem kell, hogyha megoldjuk a vízelvezetést is, 20 évig hozzányúlni. Mondhatni, hogy a településnek ez a része ez teljesen felújítás alá került. Mondhatni, hogy a településnek ez a része teljesen felújított? Hát persze, természetesen mondhatjuk, hogy felújított. Nyilván van még ehhez hozzá csatlakozó dolog is, mert valahogy meg kéne oldani, csak egy magántelken keresztül, hogy vizet, ha tovább visszük, akkor nem lesz szükség ezekre a nagy vízányelőkre. De ez a jövő évnek a zenéje, és az Ady Endrót felújításával kötjük majd össze, mivel akkor leérünk a temetőig, és akkor a Petőfi utcában rá lehet kötni ezt a vízelvezetést, az ugye a végleges stádium. Tehát én úgy gondolom, hogyha az Ady Endre utca is megépül, és ezek az utak már megépültek, Budajenőn már nem lesz olyan út, a elmúlt 10 évben beleértve a Petőfi utcát, az összeset, hogy felújításra került a fő utca, tehát minden út felújításra került. Hát azért remélem, hogy lesz miről beszélgetünk a jövőben is, tehát azért munkálatok mindig lesznek. Hát már a jövő évet tervezzük, úgyhogy jövőre már azért mondtam, hogy Ady Endre út és itt a vízelvezetésnek a megoldása, a végleges megoldás. Egy jelen pillanatban úgy gondolom, hogy ha azt a súrantót kiegészítik abban a formában, hogy megbeszéltük, akkor ez a víz elnyelő azért egy-két évig azt a funkciót szolgálni fogja, hogy tömeges víz nem fog itt lejönni a Kápolna utcáról. Beszélgetett helyiekkel? Mennyire elégedettek, akik itt laknak? Gondolom, hogy van visszajelzés. Hát voltak munkálatok, de hát most látják, hogy megérte. Melyik munkálat az, amit közteleten végeznek, hogy ne legyen olyan, hogy valakinek valamilyen véleménye ne legyen. Tehát nyilván vannak vélemények, viszont a többség hallgat. Tehát akkor azt kell, hogy mondjam, hogy azért általában elégedettek a munkával. Nagyon sokan augusztus 20-a ünnepségen is megkerestek, gratuláltak, mikor meglátták ezt az utat. Hát nyilván akkor sütött a nap, és nem látták ezt a problémát, amit én mondtam a vízevetéssel kapcsolatosan, de ez egy egy-két napos munkával korrigálható ez a probléma, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy ez a minőségű út, ami elkészült, ez a lakosság nagy többségének biztos, hogy a megelégedését szolgálja. Nem csak a gépjármű, hanem a gyalogos forgalom számára is épültek új utak Budajenőn a közelmúltban. Jelesül ez a járda itt az iskola épület a tornaterem mellett. Mi célt szolgál ez? Hát már régóta tervezünk azt, hogy a Budajenő gyalogos közlekedés is korszerűsítjük. Most készül négy terv. Egyik itt a tornaterem mellett, összekütő a főutcát és a Kossuth-Lajos utcát, készül a Hilltopra felvezető járda. Van egy kis közben, készül egy terv, amit megoldjuk szintén a főútnak és a Kossuth-útnak összekötését, innen körülbelül 400-500 méterre, akkor gyakorlatilag megoldódik az, hogy a főutcára, a Kossuth utcába, a kultúrák körülmények között a gyalogosok föl tudnak jönni, és ami fontos előírás, hogy ne legyen az iskola átjáróház, azt le tudjuk zárni, mert ez eddig azért nem teljesen törvényes volt, hogy itt a főutca lakói az iskolán keresztül mindenféle szatyrokkal, kisállatokkal, kutyákkal sétálgattak, ami azért abszolút nem felel meg az előírásoknak. Ugye jól emlékszem, ott a polgármesteri hivatalba vezető főkapun keresztül mentek az iskola mellett. Postára, mindenhol. Tehát most ezen a járdán kultúráltan fel tudnak jönni, nem kell az iskolát érinteni. Azért készült ilyen alappal, mert mellette parkoló is van gyakorlatilag, ez a járdának olyan alapja van, hogy személykocsival rá lehet hajtani, és a parkolókba be lehet hajtani. Tehát már ez úgy készült, hogyha elkészülne az óvoda, meg itt bővítenénk a parkolási lehetőség végig a Kossuth-Lajos utcáig, fölül is be lehet majd a parkolóba hajtani, meg alul is be lehet a parkolóba hajtani, és akkor gyakorlatilag a parkolási kapacitás is a falu központban jelentősen megnől. Azt terülje a polgármester úr, mert kifigyeltem, hogy itt a mellettünk lévő iskola épület homlokzatán nem látom a címert. Hát persze nem látja, mert körülbelül másfél-két hónapja elvitték innen. Ezen a hét, ígéret szerint ezen a héten fognak visszajönni, a felújított címet felhelyezni,
tehát a jövő heti iskola kezdésig a kőkosára, a hivatal bejáratánál, ott a nagy vas kovácsolt kapunál, és itt a homlokzaton is a címer felújított állapotban fog díszelegni, úgyhogy reméljük, hogy ez is hozzájárul itt tanulók, és ugye hát akik itt Budajenőn járnak, mert egy műemléképület ennek az épületnek a szépségének a kiemeléséhez. A következő, amit még meg kell említenem, a energetikai pályázat az iskolának, hogyha most már felújul a tetőszerkezet, ugye a címer, akkor energetika pályázat, az összes nyilvánzárók felújításra kerülnek, és a homlokzatnak a felújítása, tehát gyakorlatilag, hogyha ez jövő évben iskola szünetre van tervezve. Jelenleg befogadták a pályázatot, még nem volt hiánypótlás se, tehát most azt várjuk, hogy az eredmény hirdetést, hogy megkapjuk. Erre van esélyünk, mert 183 település van Pest megyében, és a források úgy néznek ki, hogy szinte minden településre jut egy bizonyos forrás, és 50 millió alatt nem is lehet pályázni, tehát mi 70 valahány millióra adtuk be, 76 millióra azt hiszem. Tehát gyakorlatilag bőven benne vagyunk abban a feltételekben, amire ezt a pályázatot kiírták. Hogyha most így végveszem, hogy miket sorolt polgármester úr az elmúlt percekben, akkor nem unatkozott ezen a nyáron? Hát nem unatkoztunk, mert ugye itt még az óvoda is, az óvoda pályázatot is beadtuk, és nyáron még arra is vártuk, hogy mikor kérik a hiánypótlás, azt még nem kérték be. Tehát gyakorlatilag ott is komoly vizsgálatok folynak. Hát mi nagyon megértünk arra, most már négy-öt évi tervezés és előkészítő munka után közel 40 milliót kötöttünk arra, hogy egyáltalán óvodára a pályázatra eséllyel indulhassunk, tehát mi a magunk részéről megtettünk mindent, tehát most már nyilván elbírál a sor, hogy valóban jogosnak ítélik-e ezt a új óvoda építését, mert nálunk a bővítés sajnos nem lehetséges. Hát kívánom, hogy pozitív ítélet szülessen, vagy döntés szülessen, polgármester úrnak pedig azt, hogy legalább a borünnepen lazítson egy kicsit. Hát természetesen, nem most független, hogy vannak elégedetlen emberek, azért engem nem kedvetlenít el, mert sokkal több az elégedett. Tehát én mindig az elégedettekre figyelek, meg igyekszünk azért olyan színvonalon, meg szinten dolgozni, meg olyan cégeket szoktak általában nálunk pályázaton nyerni, akik azért megfelelő minőségben tudnak produkálni.